vöröslevő nyárfát szeretném önöknek bemutatni. Most itt tűz a nap, augusztus közepe van, és hát ilyenkor lehet látni igazán, hogy mennyire fantasztikusak ezek a vöröses, bordós, távolról néha picit feketének tűnő levelek. És ha megnézik, és így szépen így ugye belefúj a szél, akkor lehet látni, hogy mind a fonák, mind pedig a színe nagyon-nagyon szép. És hát természetesen azért ez kicsikét ugye olyan, mint a fekete tulipán, ami ugye távolról fekete, nem közel lekapcsolni a villany, de hogy azért mondjuk nagyon közel megyünk hozzá, akkor azért ugye kicsit ilyen lilás színű. És hát jöjjenek közelebb, és azért nézzék meg, hogy mit is jelent valójában az, hogy vöröslevelű juhar. Hát kihajtáskor minél inkább még kisebb a levél, meg a levélkezemény, annál vörösebb, annál pirosabb, annál színesebb, és a szépen kicsikét így kimattul, de az biztos, hogy távolról a jól ismert nyárfa levelek köszönnek vissza, egy egészen más színben, mint ugye, ahogy eddig megszokhattuk. Itt egy pár kis csemete van így kiültetve ebbe a táblába, de azért lehet látni, hogy így fiatal is mennyire jól néz ki. Természetesen én például azt szoktam csinálni, hogy a saját ilyen vöröslevelű nyárfaimat azokat mindig így nyírom, és akkor mindig nagyon sok, kicsit olyan, mint a fotinnia, vagy ugye nagyon sok ilyesmi van, vagy vannak babérmegyek, hogy ilyen kihajtáskor a teteje az mondjuk ilyen vörös színben pompázik. Hát ez is picikért így hasonló ehhez. Néha előfordul bizony, hogy visszazöldülnek már legalul a levelek, itt szinte ezek már majdnem teljesen zöldek. Hát ezt sajnos így kell elfogadni, de az biztos, hogy egy rendkívül ellenálló, igénytelen, elképesztően iszonyatosan gyorsan növő, árnyékot adó növényről van szó, ami tényleg, hogyha elültetünk mondjuk a kertünkbe, akkor lényegében egy-másfél-két éven belül fantasztikus árnyék alatt pihenhetünk, egy igénytelen Magyarországon tökéletesen megélő, ám de mégis különleges hatású fának az árnyékába, ez tehát a vöröslevelű nyárfa.